Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról megtudunk. Megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet e videósorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Először nézzük meg, hogy megtaláljuk-e a 10 parancsolatot magát, mint kifejezést is. 3-szor megtaláljuk, 2-t meg fogunk ebből vizsgálni, és ez pedig 2 Mózes Semot 34-es fejezet, ahol is így szól, és mondá YAHUAH Mózesnek, írd fel ezeket a szavakat, mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izraellel. Ezek ugye a parancsolatok, ezek a szövetség alapja. És ott van a YAHUAH-val 40 nap, 40 éjjel kenyeret nem evett, vizet sem ivott, és felírál táblákra a szövetség szavait, a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat, illetve a szövetség szavai, azok a parancsolatok, amelyek a mindenhatóval, YAHUAH-val, a teremtővel való szövetségünk és kapcsolatunk alapját képezik. Az engedelmesség az elsődleges tulajdonság, amit ő elvár tőlünk. 29. És lőn, amikor Mózes a sínai hegyről leszáll, Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszáll, Mózes nem tudta, hogy az ő orcájának bőre sugárzik, mivel hogy ő vele szólott. Ugye lehozta az embereknek, hogy ők is tudják, ugyanúgy, ahogyan a megváltó Másiák elhozta a parancsolatokat az úgymond új szövetségben, ugyanúgy Mózes is elhozta az emberekhez a parancsolatokat. Mindkettőnek ugyanaz volt a szerepe, de most ebben nem menjünk bele. A lényeg az, hogy felírta a szavait kőtáblákra, és a 10 parancsolatot is felírta. Nézzük meg a másik előfordulást, ez pedig 5 Mózes, Devarim 4-es fejezet, 12-es vers, így szól, és szóla YAHUAH néktek a tűz közepéből, szavak hangját ti is halljátok vala, de csak hangot, alakot azonban nem láttok vala. És kijelenti néktek az ő szövetségét, az ő szövetsége, az ő parancsolatai, engedelmesség képezi a szövetségnek az alapját, amelyre nézve utasított titeket a 10 ige teljesítésére, azaz az szerint való életre cselekedni, gondolkodni és beszélni egyaránt. És felírá azokat két kőtáblára. Valamint engem is utasított YAHUAH abban az időben, hogy tanítsalak meg titeket a rendelésekre és végzésekre, tehát nem csak 10 volt, hiszen felírá a kőtáblára 40 napig, nyilván nem 10 parancsolatot írt fel, hanem meg kellett, hogy tanítsa nekik ezeket a rendeléseket, végzéseket, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt. Úgy kellett cselekedni ezeknek az embereknek, nem pedig gondolkodni. Az érdekessége az, hogy ez a szó parancsolat, ugye 10 parancsolat, ez 2 Mózes Semot 34, ez pedig 5 Mózes Devarim 4-es, ahol is igeként szerepel. Ez a szó nem más, mint a héber kifejezés. Strong's H 1697. Davar. Davar. Ami szó szerint szót jelent. Ezért is hívják 5 Mózes, az egész fejezetet, bocsánat, az egész könyvet Devarimnak, azaz szavaknak, hiszen ez az, ahol YAHUAH kijelenti a parancsolatait újra. A szó jelentése pedig az, hogy szó. 807 alkalommal szerepel olyan jelentésben, mint szó, valamint olyan jelentésben is szerepel, mint dolog. Egyébként a jelentése beszéd, szó, vagy pedig valamilyen dolog. Elsősorban azonban beszédet jelent mondást, valakinek a beszédét, szót vagy szavakat, illetve valamilyen cselekedetet, valamilyen elfoglaltságot, dolgot, bármiféle ügyet, valamit. Ilyesmit jelent, elsősorban azonban beszédet jelent, mint azt láthatjuk. Ez mellesleg egy főnév, ami a hasonló alakú igéből ered, és ez az ige az annyit tesz, hogy beszélni, mondani valamit, beszélgetni valakivel, megígérni valakit, elmondani valamit. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy valaki beszél, illetve valakinek a szavát jelenti ez a szó, és nem feltétlenül igét, vagy pedig parancsolatot, de még talán az ige közelebb áll, mint a parancsolat. Talán legegyszerűbb, hogyha megnézzük, hogy hogyan fordul elő ez a kifejezés, illetve szó, úgyhogy ezt fogjuk megnézni, ez 1 Mózes, azaz Beresit 11-es fejezet, ez természetesen Bábel esetét írja le, egyes így szól, mind az egész földnek pedig egy nyelve, és egyféle beszéde vala. Ez a szó beszéde, ez ugyanaz a szó davar, ami parancsolat vagy igeként van fordítva a 10 parancsolat során. Szintén Beresit 15-ös fejezet így szól, és ímé 4-es vers szólal YAHUAH az Úr, ő hozzám mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Ez a szó kifejezés, hogy szólal YAHUAH ő hozzá, a szóla szó, ez davar, ugyanaz a szó, amit ige vagy parancsolatként fordítottak. Zsoltárok 147, ez az Tehelim 147-es fejezetben pedig a 15-ös vers így szól, leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete, ez a szó parancsolatát, Devarim, Davar, ugyanaz a szó, ami parancsolat vagy ige. Még kettőt fogunk megnézni, ez pedig példabeszédek Misli 4-es fejezet, 3-as vers így szól, mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlen az én anyám előtt. Tehát tanított engem, és mondánékem, tartsa meg az én beszédemet, a te elméd, davar, hogy megtartván az én parancsolatimat. Élj, szerez bölcsességet, szerez eszességet, ne feledkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől, mely davar. Azaz ezek a szavak, amiket ő átadott Mózesnek, és ő továbbadta a népnek, ez az, ami életet biztosít, és ez soha nem fog megváltozni. Úgyhogy mindazok, akiknek kétsége van afelől, hogy nekünk esetleg a parancsolatok szerint kellene élni, annak ezek a versek ezt a kétségét eloszlathatják. Mindannyiszor, amikor YAHUAH beszél, az ő szaváról van szó, akkor az ő törvényeiről és az ő parancsolatairól, rendeléseiről, összességében az ő instrukcióiról, a Toráról van szó, hiszen ez az, ami életet biztosít az ember számára itt a Földön, és természetesen a következő királyságban. Erre nagyszerű példa Jeremiahu, Jeremiás 17-es fejezet, ahol a 20-as vers így szól, és mond nékik, halljátok meg YAHUAH-nak szavát, davar, ez a szó ismét, Júdának, Júdának királyai, és egész Júda és Jeruzsálemnek minden lakosa, akik bejártok kapukon. YAHUAH-nak szava a figyelmeztetés az emberek számára, és mi is ez? Ezt mondja YAHUAH, vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet szombatnapon, se Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek. Házaitokból se vigyetek ki terhet szombatnapon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem szenteljétek meg a szombatnapot, úgy, mint atyáitoknak megparancsoltam, de ők nem hallgattak, fülöket nem hajtották rá, hanem megkeményítették nyakokat, hogy ne halljanak, és az oktatás be ne vehessék. Erre figyelmezteti őket, akkor erre figyelmeztette őket a történelem során mindvégig, és mind a mai napig. Erre figyelmezteti YAHUAH azokat, akik szeretnének az ő szövetségének részesei lenni, hiszen annak az alapja nem más, mint az ő szava, Devarim, ami a 10 parancsolattal vagy 10 igével kezdődik, a szombatnap pedig ennek szerves része. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!